Ali papi, mami. Jó napot kívánok mindenkinek. Hát letéztünk kétszeres gyorsításra, kéne nézni ezt a vlogot, hogy normál ütemben menjen, mert egyszerűen azt érzem, mintha így ilyen sűrű lenne a levegő, és beszélni is alig lehetne ettől a rohadt melegtől, ami van. Most azt mondták, hogy ilyen 40 fok volt, vagy én így. Hát figyeljetek, időjárás jelentés vége. Azt ismeritek, amikor van mondjuk egy pár, vagy mondjuk ott van két ember, aki beszélget, vagy valamit így csinál, és amikor közelmész, akkor elkezd az egyik így színészkedni, és ilyen szándékosan hangosabban mond valamit, és közben rád néz, mint hogyha megérkeztél volna így abba a szituációba, mint egy ilyen néző, és akkor ő ilyen hirtelen színésszé változik, és így nem tudom, valamit így mond a feleségének, hogy legyél már egy kicsit nyugodtabban, nem tudom, és közben egy picit így rád néz, hogy jaj, bezzeg a, nem tudom, vagy vagytok egy plázában, és akkor közelmész, és akkor rád néz, és akkor ez a sok ember, aki itt, nem tudom, és hogy így lesz egy ilyen pillanat, amikor ilyen te leszel a néző, ezt, hogy miért csinálják amúgy, egy csomószor történik ez a szituáció, amikor így beszínészkedik valaki. Képzeljétek el, hogy mit töltöttem le, nem szoktam egyébként letölteni, csak mondták, hogy van ilyen, de nem, ezt már nem lehet sehol megszerezni, mert ugye általában most már Netflix meg HBO van, nem is szeretek már annyira ilyen letöltött filmeket nézni, mert fölöslegesen tárolgatja az ember a számítógép. Régen egyébként mondjuk külön ilyen Winchester volt a gépedben, és akkor mit tudom, ilyen 500 gigás vinyó, és akkor tele volt filmmel, és akkor nézted, hogy melyik. Most már milyen fura, nem, hogy nincs szüksége erre se, hanem csak így kattint a szét, mennyivel kényelmesebb, és tök jó minőségben, meg szinkronosan elérhet filmeket, vagy felirattal, amiket szeretem felirattal is. Na és akkor képzeljétek el, hogy a Mikrobit sorozatot töltöttem, ez emlékszik még valaki? Ez egy magyar rajzfilm volt egyébként, a Mézga Géza család idejébe volt ez a rajzfilm. Ez a kettő így együtt futott, vagy egymás után, már fingom nincs, hogy volt. De így emlékeztem erre a Mikrobira, és hát azt, arra sem emlékeztem, hogy nagyon idegesítő volt így a szinkronja egy gyerekként. Felnőttként is elég idegesítő a szinkronja, de egyébként egy nagyon aranyos rajzfilm, de lehet, hogy csak egyszerűen ilyen nosztalgikus érzésem volt nézni. Megnéztünk pár részt belőle, és ilyen nagyon vicces volt, hogy ilyen nagyon gyerekes történetei vannak. Nem úgy, mint az Idő urainak, amit még mindig nagyon sokan egyébként így nem tudnak, hogy ez mi egyáltalán az Idő urai. Hát nézzen utána az, aki nem tudja. Gyerekkorom egyik legmeghatározóbb rajzfilmes traumája volt, úgy is lehet mondani, az Idő urai. Az a durva, hogy nagyjából én ahogy utána néztem, egyetlen egyszer, vagy talán kétszer adták le a magyar televízióba, és mindenki látta, én nem tudom, hogy csináltuk. Lehet, hogy akkor már szerintem egyébként videón is elérhetőek voltak, hogy videókazetten, a videomagnóval rögzítették a mesét, és akkor, mint hogyha még egyszer úgy is láttam volna talán, de abból a képregény is megvan nekem, egyébként egy képregény múzeumból lett kivásárolva, nagyon büszke vagyok arra a képregényre. És az sokkoló élmény volt, tehát nehéz elmagyarázni, hogy miért a képi világa, a hang az, amiről szól, meg az a durva, hogy felnőttként megnéztem, és így rájöttem, hogy hát ez nem gyerekeknek készült, tehát nem nagyon lehet gyerekként értelmezni ezt a történetet, elég ilyen időségbeli eltolódások vannak, meg hú, de borzalmasan beteg rajzfilm amúgy, de mai napig egy nagyon egyedi, szórakoztató valami. Ilyen fura ez, nem? Egyébként, hogy a rajzfilmek hogy kimentek a divatból, ez a kézzel rajzolt rajzfilmek, szóval most már az, hogy rajzfilm, az nem azt jelenti, hogy rajzolva van,
hanem ez egy ilyen számítógép grafikás 3D-s VFX az egész. Már a gyerekek nem nagyon tudják, hogy mit jelent egy rajzfilm, képkockánként rajzoltak meg egy rajzfilmet, főleg ezek a régi Disney rajzfilmek. Szerintem ezek nagyon szépek egyébként, ez valami embertelen munka van benne, én ezt mindig így becsültem. Az is milyen fura, nem, hogy most már egy ilyen AI segítségével így gyakorlatilag meg fognak írni rajzfilmeket, hogy megrajzolja a történetet majd egy mesterséges intelligencia, hogy elképesztő, nem, hogy hogyan dolgozhat ez, hogy biztos vagyok benne, hogy eljutunk oda talán, hogy a színészeket úgy legenerálja, vagy egy egész film jelenetet, hogy bárki készíthet egy filmet, és a színészek fogják eljátszani, nem tudja, hát megrajzolva eljátszani, tehát hogy színészekkel játszatja el a mesterséges intelligencia, mert megrajzolja az egészet. És milyen érdekes lesz, hogy én kitalálok egy forgatókönyvet, otthon a kis sufni tuningomban, írok hozzá egy storyboardot, hát a szöveget sem fogom már én megírni, csak kb. És akkor a ChatGPT megírja helyettem mondjuk, és akkor lesz ilyen tök jó szófordulatokkal teli egy ilyen szöveg, tehát kb. Megírom, hogy mi az elképzelésem, ő ezt megírja nekem, és akkor utána egy ilyen forgatókönyv formájába beleillesztem, így megmondom a mesterséges intelligenciának, hogy mit szeretnék látni a képi világon, meg hogy éppen maradjunk a sci-finél, hogy milyen űrhajó hova repül, mi robban föl, ki hogy néz ki, és akkor ő generál nekem egy filmet igazából. Hát várhatóan egyre gyorsabban, tehát ez elején még biztos ezért nagyon hosszú idő lesz. Később meg lehet, hogy ez egy ilyen 5-10 perces dolog lesz, hogy mondjuk egy ilyen másfél órás vagy egy órás filmet generál nekem, és akkor tel is tele lesz az internet mindenkinek agymenésével, amit így képi világban megvalósít a mesterséges intelligencia, és talán annyira fel fog higulni, mint ahogy már most úgy az elején láttam ezeket a mesterséges intelligencia által generált képeket, és akkor nagyon oda voltam értük, de mostanra valahogy úgy kezdem azt látni, hogy olyan, hogyha valaki ilyet használ, mondjuk egy cég, vagy mint mondjuk a való világban látni most, hogy már az intro is azzal készült, hogy kicsit ilyen ciki érzésem támad már most, hogy olyan ugyanolyan valahogy mindegyik, nem tudom megmondani, mitől ilyen élettelen ez a dolog. Nyilván ez egyre élethűbb lesz, tehát a végén már egy teljesen valóságos vonal lesz, mert most még egy a szürrealitás felé megyünk, de van már egy-két olyan portál, föl vagyok iratkozva, egyébként nekem nagyon érdekel ez a téma, ahol kifejezetten a teljesen fotorealisztikus képmegjelenítésre mennek rá. Hát ott mondjuk már elképesztő dolgok vannak, tehát ott már nem tudom, egyszerűen hívhatom magam művésznek, mert nagyon szeretek rajzolni, videózni, az ezekkel kapcsolatos dolgok nagyon szeretnek, tehát mint művészként, vagy grafikusként, vagy picit hozzáértőként sem tudom megállapítani egyszerűen, hogy ez valóságos vagy nem. Ott már olyan elképesztő minőségű dolgok vannak, hogy az állam leesik, tehát ott már nem tudom elképzelni azt, hogy ez hogyan lehetséges, és hát itt marad le az idősebb korosztály, főleg így a politikába picit belemegyünk. Most már láttam több olyan videót, hogy ami Viktorunk mondjuk mond valamit, ugye most már ez a hanggenerálás nagyon megy, ugye a saját hangján, hát aki minimálisan is követi az mesterséges intelligencia megjelenését, azt tudja, hogy bármit legenerálnak már most is a te hangoddal, csak egy hangcsatorna kell hozzá, tehát ez régen még a Mission Impossible filmekben volt egyébként, hogy így felolvastattak egy papírról egy ilyen faszival, vagy egy faszival felolvastattak papírról egy ilyen szöveget, ami ilyen halandzsa volt, és utána belőtték
a hangját egy ilyen generátorra, hogy utána úgy tudott beszélni az ő hangján, és akkor ilyen baromságnak tűnt az egész. Így végig gondolva, hogy filmben tök jó, de hát nyilván most pár szóból hogy lehetne ezt így megcsinálni, hogy teljesen az ő hanglejtésével, meg hangján szólaljon meg valaki. Hát tessék, megtörtént. Na és csak ezt azért mondom el, mert hogy mit tudom én, ott a Vitya ott a jó kis hangján ott izé mond ilyen hód baromságokat, nyilván ilyen cikiből készítették csak meg lejáratásból, ami egyébként megnézve is kurva vicces, így rohadtul tudok röhögni rajta, hogy mindent bevallok, hogy mit loptam meg, hogy, és látok baszki ilyen idősebbektől kommenteket, hogy hát ez nagyon szomorú, hogyha ez tényleg igaz, meg hogy így nagyon sajnálják ezt a kis előadást, és hogy látom, hogy kajak van, aki ezt így elhiszi, hogy ez egy tényleg egy igaz felvétel volt, szóval itt nagy hátrányban lesznek az idősebbek, mondjuk ilyen választásokkal, vagy ilyenkor, amikor ugye ezek a lejárató kampányok vannak, elképesztő, hogy most már igazából semminek nem lehet hinni, tehát hogyha megjelenik egy hangfelvétel, akármelyik politikusról, most már így nem fogod tudni eldönteni, hogy csak hogyha nagyon ügyes vagy, hogy de még talán akkor sem, max akkor, hogyha megjelennek majd az AI generált hangfelvételek, AI szűrői, amik megmondják, hogy ez és ezért ez nem valódi ez a felvétel. Szóval én tök érdekesen alakul ez is, így soha nem gondoltam volna. És ugye hozzá még jönnek nyilván ezek a videófelvételek, és onnan jutottam el gondolati szinten, hogy ugye jönnek még ezek a videófelvételek is, ami most már meg is jeleníti majd teljesen fotorealisztikusan ezen a videón mondjuk a politikusokat, hogyha már itt maradunk, hogy ott azért résen kell lenni majd, hogy tehát ott aztán lehet lejárató kampányt lenni, szóval picit a lejárató kampány így ráég a körmükre, főleg azért mondom, hogy ugye az idősebbek azok, akik ugye kormánypártiak, és pont ők lesznek azok, akikkel bármit el lehet majd hitetni, szóval érdekesen alakulnak a dolgok, mert mondom, már most látok ilyeneket, és nem szeretném egyik időst se ledegradálni, mert inkább azt mondom, hogy embere válogatja, bár amiket látok néha, ezek a szektásodott idősek, hát szóval nem lehet rá mást mondani, mint hogy egy ilyen szekta, néha már annyira fájdalmas az egész, meg azt, hogy így szétszakítja a politika mondjuk a korosztályokat is. Szóval ez mind ilyen nagyon-nagyon sötét és nagyon-nagyon szomorú dolog, de hogy ide is biztos, hogy be fog kúszni a ami, úgyhogy érdekesen alakulnak a dolgok. Ahhoz képest én hülyeséggel egész komolyra vettem itt a végén, elnézést kívánok mindenkitől. Na maradjunk annyiban, hogy ha egyszer lesz ilyen, hogy lehet már generálni filmeket, egy forgatókönyvvel, akkor én biztos, hogy szeretnék készíteni egy olyan filmet, ami arról szól, hogy az egész életünket csak álmodjuk, és a végén te néző fogsz felébredni, és az Emmy, az közben kamerán keresztül figyelni fog téged, és már a film közben elkészíti a tükörmásodat videóban, és a vége az lesz, hogy igazából te ébredsz fel a videóban, saját magad, minden embernek külön-külön eredeti verziója lesz, tehát amikor végignézed, most te épp aki nézed ezt a filmet majd, akkor te leszel ott a legvégén, és nagyon-nagyon meg fogsz ijedni tőle, hogy igazából te álmodtad az egészet, és te vagy benne a videóban, filmnek a végében, hogy az egész élet csak egy álom volt, vagy valamilyen kísérlet, úgyhogy nekem ez lesz az első forgatókönyv. Na, papper, mondd meg.